Szeretném nektek bemutatni Lévai Ádámot, a kiállítás alkotóját, grafikus művészt, és szeretném Kövesdi Mónika művészettörténészt is bemutatni, aki meg fogja nyitni most a kiállítást. Fel is kérnélek erre, Mónika, hogy nyisd meg a kiállítást. Köszönöm szépen, és én is hadd köszöntsek szeretettel mindenkit. Azt hiszem, hogy mi az alkotóművész együtt mind a ketten meg vagyunk hatva, hogy ezen a rendkívüli helyen lehetünk, és nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hogy ezt az új grafikai sorozatot itt bemutathatjuk, illetve a művész annak, hogy bemutathatja, én pedig annak, hogy ismét köszönhetem ezt a tálatot. Viszont a képek bemutatás előtt szeretném a művészt is bemutatni. Lévai Ádám képgrafikus 1967-ben született Tatán. Amikor Tatán tartunk megnyitót, soha nincsen szükség erre a fejezetre, mert ott a művészt mindenki ismeri, és talán, hogyha olvasom az életrajzot, ez ki is fog derülni, hogy nagyon is a helyhez kötött, a helybe belegyökerezett, otthonként működtetett háttérben mozgunk mi ott Tatán. Azért elolvasom. Lévai Ádám képgrafikus 1967-ben született Tatán. A Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán kapott diplomát 1994-ben. Aktív kiállító művész, középiskolai tanár, a Tatai Szabadiskola mestere, emellett művészeti projektekkel foglalkozik, Tataváros Művészeti Alapítványának kurátora, éveken át galériát vezetett, művészeti díjakat nyert el, szülővárosa Tataváros-áért díjat tüntette ki, 2018-ban megyei Prima díjat kapott. Művészi pályája 30 évvel ezelőtt, az 1994-es évvel, az első kiállítás megrendezésével kezdődött. Akkor még be sem fejezte tanulmányait a képgrafika szakon, de már elkötelezte magát azokkal a lényekkel, amelyek változékony állapotukban, születésük és metamorfózisuk mozanataiban végigkísérik egész pályafutását. Lények és rítusok, kreatúrák és legendák, fonalként legördülő vonalak, amelyek kis történeteket, meséket zárnak körbe. Az alkotó folyamat varázslata alatt létrejött alakok Lévai Ádám rajzain egy történet szereplőiként találnak magukra. Amint címet kap a kép, és fontos körülmény, hogy a cím is a képmezőre kerül, már is készen áll egy történet, egy mese. Lévai Ádám ezeknek a történeteknek, narratíváknak a világában él, egy nagyon színes világban, amelyben emberek és állatok bukkannak fel, térben és időben távoli helyekről, valóságos és képzelt lények, a kint és a bent vonatkozásában, míg mi nézők a lélek és az ösztönök inkarnációjának lehetünk tanúi. Művészete valódi vérbeli rajzművészet a szó klasszikus értelmében, ezzel mutatkozik itt be. Eszköze leggyakrabban a toll, amely a keze alatt szinte automatikusan fut, burjánzik, még nem bravúrosan, egyetlen vonallal meg nem születik a papíron egy lény, egy mozdulat, egy történet. Krétával, olajos ceruzával is szívesen rajzol, ilyenkor puhább, árnyalt felületek születnek, zavarba ejtően valóságos lények képe, szinte tapintható testek, megbabonázó tekintetek. Művészi világának megértésében fogódzót jelentenek sorozatai, amelyekben körbejárja választott témáját. A Faun ciklus után most formálódott egy új sorozat, régóta magában hordozott világnyert formát. A halak, lovak, faunok közben, mellett, után, mert minden teremtménye egy mély emberi érzelmi létezést képvisel, maga az ember tűnik fel. Szemtől szemben látjuk az arcát, értjük a történetét. A sorozatot portrérajzok indították el, valóságos arcok, amelyekre megszentelt térben talált rá a művész, az imádkozó, befelé figyelő arc magáról megfeledkező pillanatában. És ehhez hozzátartozik a református templom tér, ahol az egybegyűlt hívek látják egymás arcát. Tatán megtörtént az utóbbi időben, hogy a katolikus templom renoválása miatt a református templomban tartották a szentmisét. És megdöbbentő volt katolikus szemmel úgy ülni a templomban, hogy látjuk egymás arcát, mert egyébként ugye a katolikus templomban nem látjuk az arcokat. Tehát ez
a lehetőség igazából a református templom térben adott, hogy ezek az ima pillanatok elleshetővé váljanak. Elmélyült és különleges irányú kommunikáció az ima. Erről szólna a kiállítás. Ilyenkor formális vagy szabad módon, vagy csak érzés formájában, szinte szavak nélkül egy szemmel nem látható, kézzel nem fogható lény felé tapogatunk. Ez a kommunikációnk valószínűleg legkülönlegesebb, legmagasztosabb formája. Eközben van, aki lefelé szegzi a tekintetét, van, aki az ég felé néz, van, aki becsukja a szemét és befelé fordul. A legérdekesebb a művész számára az a pillanat, amikor az imádkozó, az imában beszélő megfeledkezik a külvilágról, elfeledkezik arról, hogy a vonásait rendezze, nem uralkodik az arc kifejezésén, leveti a hétköznapi szituációkban, megjelenésekben viselt állarcot. Gondoljunk bele, a csodák micsoda forrása, terepe a művész számára az emberi arc. Domborzat és árnyékolás, amely a legfinomabb, alig látható rezdülésnyi elmozdulásokkal, színekkel képes megjeleníteni tartalmakat, érzéseket, történeteket. Az arc a testet töltött gondolat. Tükör és pajzs egyszerre. Amikor pedig a pajzs, vagyis az állarc lehull, és a kontroll átadja a helyét a magáról, a vonások illedelmes rendezéséről megfeledkező, igazán sajátnak mondható formának, nos, a művész akkor gyönyörködik igazán. Lévai Ádám éppen ezt a pillanatot vette észre, nyilván nem először több évtizedes művészi, megfigyelői tevékenysége során. Ezt vette észre a református templombeli Isten tisztelet alatt, és megérintette őt az arcok látványa. A sorozat terve ekkor született meg, ettől kezdve szinte egy levegővételre készültek el a rajzok, amelyek mindegyike ebből az élményből indult ki, ágazott el és alakult tovább. Az arca karakterrajz Lévai Ádám képgrafikus művész kedves témája. A művészettörténeti előzmények sora rendkívül gazdag és tanulságos, és itt óhatatlanul eszünkbe jut. Dürer 4 evangélistáját, amelyben a festő testet adott a 4 vérmérsékletnek, további különleges példák követik, amelyek esetében akárcsak Dürernél szerepet kap az utókor értetlenkedése, illetve értelmezési kísérletei is. Egy-egy karakternél milyen könnyű volt megjegyezni később a ráragasztott új nevet, ilyen például Donatello profétájánál, a cukkónál, a tökfej kifejezés. Lévai Ádám rajzai viszont félresöprik a művészet történetet, vagy legalábbis nem ezekre az előzményekre támaszkodnak. A művész hihetetlen erővel kelt életre figurákat, karaktereket. Művészetének talán egyik legfontosabb területe a karakterrajz. Innen táplálkoznak karikatúrái is. A humor és a szatíra görbetükrének eltorzított, felnagyított szereplőivel. De karakterek születnek bravúros vonalas rajzain is, amit egy-egy történet, lelki folyamat érzés megszemélyesítőjeként gördülnek le a táncoló vonalka papírra. Karakterrajzok voltak az évekkel ezelőtt készült zodiákus naptárlapjainak szereplői, de időről időre visszatért az aprólékos gonddal tónusosan modellált fej vagy alakrajz, az eleven alaké, amelynek bőre alatt sejlett a hús és a vér. Ez a naturalista ábrázolás közel áll a művész világához. Beszédes alakjai időről időre fellépnek azon a képzeletbeli színpadon, amelyen teremtett lényei az ő saját homunkuluszai nyüzsögnek. Az utóbbi években született egy sorozata, amely egy történeti kiállításhoz kapcsolódott, Tata múltjának építőmestereit ábrázolta. Mivel nem maradt, sőt nem is készült ábrázolás a múlt évszázadok építőmestereiről, ezeket a személyeket a művésznek kellett elképzelni, neki kellett testet adni azoknak az embereknek, akiknek nagy részéről nevükön kívül semmit sem tudtunk, csak munkáik után képzelhetjük el őket. De kinek is jut eszébe egyáltalán elképzelni ezeket a figurákat? Kizárólag a művésznek. Így született meg például az irodalom, így született meg például Tata városának regényes történelme, Turci István Deodátus című regénye, amelynek illusztrációit és nem véletlenül Lévai Ádám készítette. A művész munkásságát áttekintve folyamatosan újra meg újra kérezkednek elő ezek a figurák, az életre keltett élő lélegző formát kapott, valós vagy képzeletbeli, valóságos formában is látott vagy csak elképzelt alakok.
Most úgy tűnik, hogy az egyvonalas tusrajz a japános munkák elé kerül ez a rajzi stílus. Én biztos vagyok benne, hogy nem így van. Lévai Ádám olyan művész, aki kifogyhatatlan üzemanyaggal él, állandó tervek, történetek és új sorozatok tervének vonzásában, akit újabb és újabb elképzelések és megbízások megújulásra késztetnek és inspirálnak. Bizonyosan vissza fog még térni a faun témához, amely az életmegye kiemelkedő csúcsa, amelynek íve a színpadi látvány rajzából indult ki, de tökéletesen beleillett a mitológia iránti érdeklődésébe, a köztes lényekhez való vonzódásába és a képzelete által életre hívott lélegző lelkes lények megörökítésének szándékába. Érdemes tisztázni, hogy egyébként itt az ima mozzanataiban, pillanataiban, fejrajzaiban sem modell utáni rajzokat kell látnunk. Dehogy egy belülről rögzített pillanatképét, egy jellegzetes mozdulatból kibomló érzésképét, amely megérintette ott a templomban, amelyet meglátott és hazavitt magával, vagy amelyet elképzelt és amelynek ezután a műterem asztalán adott formát. A karakterrajzokon belül nagyon fontos mozzanat az életkor, én legalábbis úgy érzem, hogy nagyon tanulságos az érett és szép öreg emberi arc. Bennük sorsok válnak láthatóvá, az arcok ráncai az életút vonalát gombolítják. A kiállítás anyagában nem csak portrékat és arcokat, tekinteteket látunk. Az imák gyakran nem a médiumban, az arcokban, hanem történetekben rejtőznek. Több rétegű talányos képek ezek, olykor kifejezetten mágikus képek, elrejtett részletekkel, titkos üzenetekkel. Ennek kifejezésére nagyszerű eszköz a művész által választott hordozó, a durva felületű fa, amelyen a színes krétával felvitt vonalak szinte táncolnak, finoman, de lendületesen, lüktetően, elevenen ébresztenek fel, keltenek életre egy másik világot, a képzelet, az álmok, az asszociációk világát. Ezek a kisméretű remek művek, amint sorba rendezve látjuk őket a falon, hasonlóak a rózsafüzérhez. Ehhez a különleges imalánchoz, amelynek minden egyes szeme imát és titkot rejt. Végignézve egyenként a sorozatot, a rózsafüzérhez hasonló felhasználást ajánlok. Sorban egymás után nézzük végig a képeket, majd lássunk a figurák bőre mögé, hogy eljussunk a különböző érzelmek, vérmérsékletek, imához vezető utak képe után a hétköznap sarából felemelő, önfelett, felfelé szálló ima gondolatáig. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.